A mai videóban csukott szemmel fogjuk kiválasztani a skineket, illetve a pályákat is, és úgy fogunk 1v1-ezni NGT Noellel. Pontosan, srácok. Hát nagyon kíváncsi vagyok először is, hogy milyen skint fogunk kapni. Én azt mondom, hogy tekerjünk bele így random, így a közepébe, aztán csukjuk, betakarjuk el a szemünket, és így kezdjük el össze-vissza tekergetni. Föl is, lefele is, mindenfele. És én is eltakartam, és nézzük. Na figyelj, nekem ez lesz. Atya világ! Egy epic. Tesó, nekem meg ez. Figyelj, nekem epic Jinx, amúgy nem a legrosszabb, de nem is jó. Nekem epic Vadisznó. Akkor lehet, hogy egy kicsit jobb, nem tudom, majd meglátod. És nem akkor most jön a pálya, azt meg felváltva fogjuk csukott szemmel, akkor szerintem kezdem én. Beállítom kettesre, milyen speciális emótok legyenek. Figyelj, rugás, box és labda lesz. És akkor a pályák, belépek a pályákhoz, kikapcsolom az összeset, és akkor csukott szemmel, ezt felváltva fogjuk csinálni, most én megpróbálom először csukott szemmel, össze-vissza görgetem ezeket is, és legyen mondjuk ez a pálya. Uha! Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen pályára esett só. És lávarás, figyelj, amúgy én azt mondom, hogy nem annyira rossz, tehát hogy ez a részmapok közül szerintem a legjobb. Egyik legjobb, tehát itt aztán bármilyen undorító pálya lehet tényleg, úgyhogy ahhoz képest, hogy érted, csapatjáték is lehetne, vagy bármi hülyeség, ahhoz képest szerintem teljesen rendben van, viszont NGT Noell elrontja, az nagyon nagy big, az nagyon nagy play, gyerünk, most kell jót menni egyébként, mert ha itt én is elrontom, akkor nagy baj lehet, majdnem el is rontottam, de szerencsére jó vagyok még. Oda kéne, de ne! De só, én is elszartam, szerintem most már előrébb vagy. Hova dobott vissza? A legelejére, oda a két lávás följövő szarhoz. Hát de ne aggódj, én is nagyon, most nagyon-nagyon nehezen indulunk be itt valamiért mind a ketten. És tényleg még csak ott jár, Pali. Csak itt járok, de viszont, hogy azért átlabdázok. Gyerünk, ezt meg kell nyerni. Most Noell... Ne, beszorultam a pályában. Na jó, most megvagyok. De átugrok, és jó, ez meg kell, hogy legyen. Meg kell, hogy legyen, a végén nem szabad eltalálnak ezek a szarok. Tesó, nem vagyok, hova ugrasz? Várjál meg. Várjál. Na gyere. Á, leestem, tesó. Ott, itt vagyok, tesó. Ne aggódj. Ne, hogy azt itt, hogy majd megtrükközöl. Ott is van az első győzelem, srácok. Lávarásban be is van húzva a vín. Let's go. Gigi. Hát ezzel a fantasztikus skinnel be is húztam a győzelmet, remélem ennél csak jobbakat fogok kapni a későbbiekben. De annyira nem volt rossz ez a skin végül is, a vaddisznónál jobb volt, ez biztos. Na, figyelj, jöhet a második skinnek a pikkelése. Okés. Teljesen csukott szem, össze-vissza görgetés. Valami speciál esten, vagy mitik, vagy akár egy jó epic kéne, nem ilyen szar, és egy legendári, amúgy ahhoz képest ez egy elég flagma skin. Banán, de nem az a banán, amire te gondolsz, hanem egy ilyen teljesen másfajta, majd meglátod úgy is. Hülye, nekem egy speciális, de nem túl jó. Speciális tesó, de egyik legrosszabb szerintem. És nézzük meg, hogy vajon milyen pályát tudok választani, valami jót. Így az konkrétan ugye, mivel három sorban állnak így a pályák így lefel, három oszlopból, azért itt nem csak így lefel fogok görgetni a görgővel, hanem az egeret is így jobbra-balra fogom mozgatni. Tényleg teljesen random legyen. Hú, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. És az uborkás tesó. Elmondod, jó, uborkás, jó. Fia, ez nem rossz annyira. Fia, az uborkás ami nem vészes szerintem annyira. Lényeg az, hogy meg kéne húzni ezt az uborkásat. Tesó, most meglepődtél, hogy az uborkás. Uborkás! Hát, tesó, nem is gondoltam volna. Na gyerünk! Tesó, indulj már el! Tudod, milyen jó fej vagyok, így megvártalak, hogy induljál el, az közben. Nagyon jó fej vagy, azért meg kifagytam igazából, úgyhogy... Hú, de ez a skin, aminek tudod, ilyen nagy szar van alatta, és amikor vetődök, akkor eltűnik, ez borzalmas. Tesó, most megvártál, ezért te jársz, hisz. Megvártalak, és pórul járok, de áld, az uborkák, tesó, ez megszivatnak. Hát te már fölmész fölfele. Na de, nézzük meg, hogy mi lesz a következő skin. Na nézzük. Én azt mondom, hogy inkább ne legyen speciális, csak inkább legyen olyan, amivel jó játszani és jól néz ki. Nem feltétlen kell, az speciális legyen. Valami nagyon jó. Úristen, tesó. Nekem legendás. Én még mindig görgetek valami nagyon jó speciál. Aj, léci valami jó, és nézzük, és azt a rohadt, és speciális tesó, a Dynamitron. Komolyan? Rohadt jó is. Hát tesó, nekem egy legendary polar bear, ez a jégkorongos medve. Na nézzük, srácok, milyen pálya lesz a következő körben, teljesen csukott szemmel, legyen ez a pálya. Húha, ez sem, nem rossz, tesó. Egyébként meglepően nem rosszak a pályák egyelőre. Na fia, akkor ne nézd. Na nézzük, Dynamitron skinnel, az én első speciálisommal, ami megvolt életemben. Mi a havas nem pálya? Nem rossz a havas, tesó, az amúgy nem rossz. Hát tesó, kifolyik a szemettől, ugye az OG néző. Jó, megutáltuk már egy időben, de meg igazából 1v1-ezni annyira nem jó rajta, hogy őszinte legyek. Na, ezt el is rontottam. De ne, hogy mentél ott át, hülye? Jó, labda. Labda, az kell, mondjuk elég nagy hülyeség volt, csak azért nyomtam be, mert te is, de igazából itt a rugás kell fölfelé ficegtet. Micsoda? Az hogy? De az hogy? De mit? De ne, de még lelök a hógolyóba, az...
Nagyon jó! Tesó, hogyan? Ilyen mázlit, te jó ég, hát mind a ketten benyomjuk, és én vagyok ráadásul ott hátrébb. Van, á, de szar! A francba már tesó neked, de viszont nekem ott van a win. Átveszi NGT-n a levezetést, 2-1, hát ez nagyon rosszul jött ki az a rugás, főleg, hogy utána le is repültem a pályára. És a Dynamit van egybe hozzá, hát szerencsét. Igen, az jó volt a skined, igen. Na, én kíváncsi leszek, most már jó lenne valami tényleg igazán jó skinnel játszani. Egy rare, hát amúgy a rare-ek közül még ahhoz képest nem is olyan rossz. Jó, hát jó. Ó, nekem is rare, és tesó, majd meglátod ott a képet. Na ez igazán undorítva, ez a rendőr, vagy mi a tököm, sheriff. Akkor viszont most egy jó kis pályát ficektetnék be. Na valami jó, meg, tesó. Nézzük meg, hogy a pályákhoz, és akkor el is kezdem lefel görgetni. Nézzük meg, és... Nem mondd el, hát, nem mondd el. Meglátod. Hát nem túl jól hangzott, ahogy mondtad, így, hogy meglátom. Na gyerünk, valami jó legyen, könyörgöm. Azt mondtad, hogy nem, a hangodon úgy hallottam, hogy valami... Úristen, de mocsok szar. Tesó, azt kell, hogy mondjam, én ezen nagyon jó vagyok, és ez most nekem nagyon jól jött, hiszen te ezen szar vagy, én ezen jól játszok. Még az ki nem, az jó, szóval jó lenne megnyerni. Hát tesó, meglátjuk. Annyira utálom ezt a pályát. Ott a végén is mindig belecsobbanok a vízbe, tehát igazából tök mindegy is, hogy hol esek le. Csak az NGT Noel az... De meg átesek a pályán! A Noel videójában is, srácok, ugyanez volt. Át bagolok a pályán teljesen. Borzalmas ez a pálya. Ezt tesszük kipikelni, ez egy szégyen. Nem tudtál volna valami jobbat? Azt, hogy debelít ez a szar rendőr, hát nem hiszem el. Hát 1-0-ra vezettem, az 3-1. Ah! Vamos! Na, akkor megint skinek. Na jó, most hát tényleg jó lenne valami igazán jó skin egyébként. Nagyon jó lenne. Nézzük. Úristen, tesó. Jön a válasz egy jó kis pályát. Na léci, valami jót, könyörgöm, ne valami undormányfost. Talicska szart. Ne valami undormányfos talicska szart. Légy szí. Atyavilág. Atyavilág. Fú, srácok, hát ugye ezt megnyerem, akkor nagyon meg kéne pedig nyerni. Új havas, tesó. Én ezen nagyon nem vagyok olyan jó, azért ezt be kell vallani. Az a baj, megint részpályák vannak csak, tehát elimination, miért nem pirunk pikkelni? Nyilván abból kevesebb van. Hát, visszalök. Jó, most előrébb vagyok talán. Na, most kell megindulni. Most kell. Jó, de tesó nem. Na gyerünk, most ezt muszáj megnyerni, akkor is még csak 3-2 lesz, szóval nagyon kell nekem most ez a győzelem, mert a 4-1 az már szinte eldönteni, hogy Noel megnyeri, úgyhogy itt most nagyon be kell szedni a boostokat, át kell ezt a szart ugrani, és be kell repülni a célba, let's go! Undorító szar skinnel, de ott is van a győzelem. Vámosz! 3-2. Nem volt rossz, ez nem volt rossz, de a skin az borzasztó volt, úgyhogy nézzük meg a következőt, hát most már valami normálisabb skin is lesz, és ki tudok egyenlíteni. Tesó, nekem Tea, nekem az új Tea, egyik új Teás skin. Te atya úristen az enyémet. Viszont te pikkeled a pályát, úgyhogy könyörgöm, ne ilyen undormány szart. Hát nagyon jó lenne, de tesó, nem én döntöm el, tehát hát megint jó, ugyanígy el fogok fordulni, mint a szar. El is fordultam, valami jót kéne most tényleg, így tényleg az egeret is így jobbra-balra mozgatom. Csak tesó. Hogyha olyan, ami volt, akkor pörges újra. Nem, tesó, ez még nem volt. Fúha, hát nem örülsz neki a hangodból ítélve megint. Tesó, azt kell mondjam, én ennek a pályának örülök, hiszen én ezen jó vagyok. Na, kíváncsi leszek. Úristen, Lost Temple, tesó. Hát nem az életem legjobb pályája, meg ezen te tudod azért a trükköket, de valahogy be lehetne húzni. Nagyon kéne az egyenlítés. Nem, csak részmapokat dobál be, de mi a tököm ért? Tesó, már sokkal több részmap van, tehát igazából az a helyzet. Megint egyszerre rugunk, tesó, mint egyszerre rugunk. Noel videójában meg egyszerre boxoltunk, nagyon érdekes. És gyerünk, jó, fennakad a pali, én meg túljövök. Nagyon nagy, na most kell megtörni, az a baj, hogy itt azt hinnéd, hogy most én már nagy előnyben vagyok, de nem, mert a Noel nagyon jól tudja itt a trükköket. Én is elrontottam, ne aggódj, tesó, én is elrontottam sajnos. Na most kell megszerezni az előnyt, nem eshetünk le. Gyerünk, ezt megvárom, most még türelmes is vagyok, és itt pedig menni kell, nincs mese, azt ki kell kerülni, de nem bírom kikerülni a rohadt életbe. Hol lehet a pali? Nem ismerek hátra nézni, tesó, csak megyek be a célba. Ott is van! 3-3! Come on! Erről van szó! HTG Power, jövünk fölfele, 3-1-ről kiegyenlít. Let's go! Na gyerünk, srácok, most már meg lehet szerezni a vezetést. Ez nem volt olyan rossz ez a skin. Akkor 3-3, úgyhogy nézzük is a következő skinünket. Jó lenne még egy ennél jobb skint is megkapni, de ez egyébként nem volt vészes. És atyavilág, hát ez nem éppen most van itt az ideje ennek a Halloween-i tökös skinnek.
Na te vajon mi? Úristen, hát... Olyan skinek, amiket soha büdös életben nem játszanánk magunktól. Na jó, pálya. Létszi egy elimination, valami faszát. Létszi. És... Jó! Na ez jó, ezt adom. Ezt nagyon adom. Ez most meg fogja érdemelni az az ember, aki megszerzi a pontot. Kíváncsi leszek. De jó, megtippelem, de ne mondjál rá semmit, jó? Szerintem legabédi. Ezt nagyon meg kell nyerni, tényleg. Itt most, tényleg ez végre egy olyan pálya, amit most megnyer valaki, és megérdemli a pontot. Rendes hát BD, is... tesó, beficcent. Nem leg a BD, de jó pálya. Igen. Végre. Ez viszont tényleg nagyon fasza. Tesó, olyan vicces, hogy ilyen tök fejű skinnel itt ugrálok, tehát hogy mikor jutna eszembe nekem egy ilyen tesó, mi ez? Nem is búvár, ilyen őz. Igen, az, ilyen... nekem se jut eszem. Gázálarcos. Igen, az. Tesó, atya úristen, a tök fejjel, meg én meg ezzel. Nagyon hülyén néz ki, tehát hogy 1v1-be bejön valaki egy blogdashben, mikor jutna az embereknek eszébe, hogy ilyen skinekkel 1v1-ezzenek. Tehát, hogy... Én a jumblicséket el se tudnám képzelni. Álmodba hát én magamat se tudom elképzelni ezzel a tök fejjel, tehát hogy olyan hülyén néz ki, hogy tényleg nézem azt, hogy ki a tököm ez, aztán rájövök, hogy én vagyok. Egyelőre még nem bírunk egymással. Ne. Nyugi. Jó. Hú, mind a kettő most ne egy kicsit melegpite volt, mert nem annyira biztonságra mentünk, hanem hogy egymást megszívassuk. Aha. A francba tesó, most tényleg nagyon komoly. Na ez most itt nagyon komoly izgalom, mert ezen nagyon sok fog múlni. Az jó lett volna, kicsit jobban eltalállak egyébként. Igen, azért az szép volt. Pali meg átlabdázza. Nem pont, hogy jól csináltam, hogy alul törtem ki, de átlabdázta. Igen, pont, hogy jól csináltad, de hát tesó, te is labdázhatsz, ez a lényege. Ujjaj, jó, nem baj. Gyere. És nem jön, pedig ott várnám, hogy leboxoljam a fenébe, de nem érkezik. És hol ne aggódj, én a tüskével átjövök, várjál. Na, innen kell leütni. Nagyon szép. Á, de még mindig van, lehet labdája. Betölt vajon? Betölt, nem hiszem el. Hogy tölt be ennyi idő alatt? Na most kell leütni. Á, de hülye vagyok, nem bírok ráugrani, tesó. Á, ott le lehetett volna ütni. Nagyon izgalmas. Ezen múlhat akár az egész is egyébként, mert ha valaki azért 4-3-ra vezet, ott már azért... Ne, de hogy? Hogy? A szép! És ez tényleg, tesó, ezt most te is bevallod, ez szép volt, hiszen leboxoltalak és beleatoltalak a tüskébe, és úgy estél le. Á, szép volt, tesó. Megérdemlem ezt a wint. Jó van, tesó. Igen, ez jó volt. Ez az undorító tököt már váltam is lefele, mert most ezen a körön nagyon sok múlik, úgyhogy jó lenne valami jó skint választani. Úgyhogy igen, én is már választom a következőt. Nézzük! Nekem ez lesz. Nekem. Isten, hát amúgy, hát figyelj, hogy nem is olyan rossz, szerintem valami profi ezzel játszik. Gumimaci konkrétan. Hát... Mi a tök? Tesó, mi a szar vagy te? Na, tesó, most te választod a pályát. Én jót választottam, úgyhogy tesó, légy szíves. Tudom, hogy nem te irányítod, de légy szíves, valami jó. Na, mi lesz? Kiválasztódott. Hát kíváncsi leszek. Ez olyan volt így a hangodból, hogy így lehetett volna jobb is, meg rosszabb is igazából. Tesó, annyit elmondok, hogy ez egy részma. Elgondoltam, úristen. Spin go round. Ez egy rövid pálya, szóval itt aki hibázik, az benyalja elég könnyen a fagylaltot. Hát itt aki hibázik, amúgy benyalhatná, de viszont a részmapokon van ugye a labda. Ne basz. Az nagyon nagy. Hú, de kellett ez a rajt. Tudok, jó, de ezt meg... Jó, GG. Ezt mondom, hogy itt, aki hibázik, az elég könnyen be tudja nyalni a fagylaltot. Oda át kell menni, nagyon jó. Be kell húzni, GG. És 4-4, és az utolsó körön fog múlni. Mekkora lesz? Ugyanis megvan, srácok! Ott is van! NGT-nál sehol nincsen konkrétan, nem is látom, hogy merre van a pali. Én még konkrétan itt beérkezhetek trükkösen is, akár, hogyha szeretnék. Ott is van a győzelem! 4-4! Let's go! Ezzel az undorító fostalicska skinnel a győzelem viszont be van húzva. Utolsó körön fog múlni, srácok. 4-4 az állás, én fogom pikkelni, és ráadásul a skint is most kell pikkelni. Hát nagyon jó lenne az utolsó mindent eldöntő körre valami jó skint kapni. Valami jót, és... Nekem egy nagyon legendary. Jó! Nekem is legendary, de az egyik kedvenc skinem, én ezt nagyon szerettem, ez rohadt menő. Tiéd, az mi a szar, tesó? Atya világ, na jó, ezzel muszáj megnyerni az utolsó kört. Na válassz egy pályát. Remélem tesó. Valami jóra kattintok, te jó ég. Gyerünk! Azt a rohadt! Jó, na. nem mondok semmit, tesó, én ezt jó. Nem szeretem. Fú, meg gyerünk, kell nyerni, tesó. Ezt nincs mese. Nem szeretem, én megmondom őszintén, te se annyira szerintem. De legalább elimination. Tesó! Sharks, tesó. Hát még csak nem is rendes bombárnak. Igazából, figyelj, hát nem a kedvencünk. Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy nem a kedvencünk azért. Az itt a boxok fognak szerintem dönteni, nem az, hogy inkább itt túlélegetünk. Igen, boxok azok sokat befolyásolnak. Jaj, nem bírunk egymással, mert a cápák is itt azért útba vannak. Jó, nyugi. Jaj, de nagyon jönnek, tesó, a cápák. Hülye, hát de mennyi cápa jön, bazd meg? Hát hallod, nem bírom őket ki kell. Te hol vagy? Azt se lá... Hülye, honnan ugrottam föl? Hülye, de mi ennyire jönnek ezen a pályán? Hát sokkal több jön, mint a bombardment, ezt nem is tudtam. Jó, de muszáj kiugrani. Kicsit legalább megpihenjünk. Hello! Jó!
Mekkora! Azt hittem! Egymást leblokkoltuk a levegőbe! Igaz, hogy mi, te is boxolni akartál? Nem akartam boxolni, hanem oda kiugrani szélre, de közben te is vetődtél, és egymást így kiblokkoltuk. De én meg boxolni akartam, tesó, hogyha megnyomódik az a rohadt box, akkor simán leütlek, mert azt hittem, hogy te is boxolni akarsz, és egyikünk sem bírta normálisan benyomni, de akkor csak én nem bírtam benyomni. Á, de kár, hogy egy ilyen hülyeségem múlt. De hát látjátok, srácok, most is, hogy milyen szoros 1v1-et játszottuk, és mekkora izgalmak voltak. Ha szeretnétek még több hasonló izgalmat látni, akkor nézzetek szét mind a kettőnk csatornáján, illetve nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és iratkozzatok fel, hogy később sem maradjatok le a hasonló izgalmas tartalmakról. Ha pedig esetleg bármilyen offert vagy pörgetést vásároltok a shopba, akkor mindenképp használjátok a Hunter kódot, hatalmas segítség ez nekem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatja ilyen formában is a csatornát, illetve az is egy nagy segítség, ha elkülditek a videót haveroknak, ismerősöknek, ha pedig szeretnétek még több izgalmas stumblegázós tartalmat látni, akkor ide kattintva jó néhányat megtaláltok, csekkoljátok ezeket is, ha van kedvetek. Úgyhogy iratkozz fel!